Honvédségi oltóbusz érkezett Bekecsre, a posta előtti térre, ahol összesen 180 embert oltottak be a Johnson & Johnson vakcinájával. A község polgármestere Bodnár László elmondta, hogy fontosnak tartották, hogy ez a busz megérkezhessen Bekecsre, hiszen így a községben vagy a környező településen élőknek nem kell elutazniuk a legközelebbi oltópontra, hogy megkapják a vakcinájukat. Mint ezt nagyon jól tudjuk, hogy a pandémia legyőzéséhez szükséges az, hogy minél többen átessünk azon az oltáson, amely védettséget fog biztosítani. Éltünk a lehetőséggel, amikor felajánlották, hogy a Magyar Honvédség mobil oltóbusza a községünkbe érkezzen. A mögöttünk lévő jármű járja az országot, több pontján is előfordult a megyének, a mai nap folyamán pedig itt teljesít szolgálatot Bekecs községben. A tervek szerint 180 főt fog leoltani, hála Istennek a rövid határidő ellenére betelt a jelentkezési listánk, és szeretettel várunk mindenkit, hogy a mai nap folyamán, ha jól tudom, a Johnson & Johnson Janssen vakcinájával megkapja a védettséget. A község első embere szerint rendkívül fontos, hogy az alapvető dolgok mellett ilyen különleges helyzetben is segíteni tudják az itt élőket, valamint felhívta a figyelmet az oltás fontosságára is. Hogyha lehet, mindig inkább helybe kell biztosítanunk az alapszolgáltatások mellett olyan rendkívüli dolgokat is, mint például az oltáshoz való hozzáférés. Ideig is teljes mértékben önkormányzatunk együttműködött a védelmi intézkedések során házi orvosunkkal és a magasabb szintű szervekkel, és amikor lehetőség volt arra, hogy esetleg az környék, illetve természetesen a település idősebb lakói helybe hozzájutassanak a vakcinához, akkor megragadtuk ezt a kitűnő alkalmat. Bekecs logisztikai szempontból egy kitűnő helyen fekvő község, hisz érintkezik szerencsés legyesbénye településekkel is egyetemben. Ennek köszönhetően nem csak bekecsiek, hanem legyesbényiek, szerencsiek, monokiak, megyasszóiak, sőt, mi több, nagyon érdekes, hogy az interneten illetve még budapesti jelenkezők is van. A koronavírus csak akkor tudjuk legyőzni, vagy a terjedést megállítani, ha mindenki beoltatja magát a rendelkezésre álló vakcinák valamelyikével.